A B-vitaminok fontos szerepet játszanak az immunrendszer működésében, valamint az idegrendszert is támogatják. Hozzájárulnak a fáradtság csökkentéséhez. Igen, ezen belül is a pantoténsavat, közismert nevén a B5 vitamin sok helyen úgy emlegetik, de erről majd beszélni fogunk szerintem, mint a szervezet stressz ellenes vitaminját. Nekem akkor biztos kéne. Mindenről bővebben Szakács Ibolya életmód tanácsadóval fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, köszönjük estét szépen, kívánok. Elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a kedves nézőket is. Szóval akkor kezdjük az alapoktól. Mit tudhatunk a B-vitaminról, illetve miért felelős a B-vitamin? Vagy csak úgy általában B-vitaminról beszélünk, vagy B5, B, nem tudom én, milyen vitaminok vannak, ezek külön-külön. Látom, te is egy vitaminfogyasztó. Abszolút, igen, igen. Nagyon populáris a kérdés. Nagyon sokféle információ van általában a kliensektől hallom az emberek fejébe, és egy picit most nagyon röviden ebbe megpróbálok valamiféle kis gyertyát gyújtani, ha teljes rendet nem ér. A B-vitamin család, ez egy nagyon fontos vitamin család, mint ahogy minden egyes vitamin nagyon fontos, hiszen a szervezetünk egy nagyon komplex egészként működik. Minden egyes sejtünk, minden egyes más sejtünkkel kommunikál, és mindezt az egész szervezetünkben működő csodálatos rendszert még áthatja a lelki működésünk is, ami szintén egy ilyen kiegészítő, de nagyon fontos szövedéke és nem elválaszthatatlan része. Most ebből a szempontból a D-vitamin család, csoport, ami folyamatosan új tagokkal is bővül, hiszen ahogy egyre mélyebben megismerjük ezt a működést, egyre jobb alkotó részt tudunk megismerni részletesen. Ez úgy tanultuk az iskolában, még ha úgy biológia órára visszaemlékezünk, hogy ez a vízben oldódó vitaminok családjába tartoznak ugye a B-vitaminok. Ez ugye azt jelenti, hétköznapi nyelvre lefordítva, hogy nem képes nagy mennyiségben raktározódni, kumulálódni a szervezetünkbe, hanem folyamatosan kell ezt fogyasztanunk, és folyamatosan a felesleg ki is ürül, minimális mennyiségben raktározódik. Tehát ez az egyik jelentősége, hogy figyeljünk arra, hogy ne csak kampányszerűen figyeljünk a vitaminbevitelre, hanem az év mindennapján folyamatosan kell biztosítani. A másik ugye nagyon fontos szempont, ha a B-vitaminokról gondolkodunk, hogy nagyon sok olyan folyamat van, amire szükség van a B-vitaminokra. Úgy is fogalmazhatunk így kicsit általánosabban, hogy mindenféle hatás, ami a szervezetünket éri, ez lehet akár külső hatás, lehet akár a mentális működésünk, az érzelmi, lelki világunknak a megterhelése, lehet akár stressz, lehet akár egy nem megfelelő táplálkozás, lehet akár egy túlzásba vitt sporttevékenység, vagy nem túlzásba vitt, de intenzív. Mindegyik folyamat természetes módon hoz létre oxidatív gyököket a szervezetünkben, és ezek az úgynevezett antioxidáns csoportban tartozik a legtöbb B-vitamin, ami ugye azt jelenti, szintén egy kicsit így magyarra lefordítva, hogy megpróbáljuk B-vitaminokkal is több más anyag mellett közömbösíteni ezeket az oxidatív gyököket. Igen, nem bírunk magunkkal, hogy akkor mi ez a úgynevezett B5 vitamin, vagyis pantotén sav, amiben különbözik? A B5 vitamin, a pantotén sav, ugye a neve utal arra, aki egy kicsit így a görög nyelvbe járatos, hogy ez a mindenhol megtalálható, arra utal a maga a neve. Ez ugye nyilván arra is utal, hogy nagyon sok mindenbe fellelhető. Természetesen ennek következtében nagyon ritka az, amikor igazából B-vitamin hiány alakul ki. Ez legtöbbször valamilyen felszívó, oldási zavarhoz, autoimmun betegséghez, különösebb bérrendszeri problémákhoz, krónbetegséghez, visszatérő krónikus felszívódási zavarokhoz, vagy más típusú, de olyan betegségekhez, ami hosszan tartó nagy megterhelést igényel. Általánosságban elmondható, hogy viszonylag ritka, mivel hogy nagyon sok mindenben megtalálható. Megtalálhatók a B-vitaminok, és ezek között a B5 is, teljes kiörlésű gabonákba, a rizsbe, hajdinába, de megtalálhatók állati eredetű élelmiszerekbe, a húsfélékbe, a vörös húsok alkalmasint nagyobb mennyiségben tartalmaznak B-vitaminokat, de halfélék, a lazac, a tonhal, a heringfélék is, és nagyon jelentős B5 vitamin források, a zöld színű lövélzöldségek, brokkoli, petrezselyem zöld. Ilyenkor télen a csírák azok, amik ezek a kis zöld csíra növények, amivel
be tudjuk vinni. Most, hogy miért is terjedt el ez a stresszvitamin? Igen. Ugye, igen. Hát ez egyrészt szerintem egy kicsit ilyen divatos történet is, hiszen ma a mai életünkben mindenki azt mondja, hogy mennyire túl vagyok terhelve. Én hát a stresszt is, és hát ezt hogyan lehetne valahogy kompenzálni, keressük ezeket a módszereket, és mi tanácsadók is szeretnénk a klienseknek ebbe tanácsot adni, de azért most mindenkinek el kell oszlassam azt a hió ábrányát, hogyha B-vitamin szed, akkor meg tudja óvni magát a stressztől, vagy kompenzálni, mert ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor itt senki nem lenne stresszes a mi környezetünkben. Még mélyebbre kell esni. Így van, tehát nagyon fontos, nyilván nagyon fontos a teljes értékű kiegyensúlyozott táplálkozás. Uh-huh. Tehát ez, ahogy így el is soroltam, vagy felsoroltam, hogy mi minden, a olajos magvak például, azok is nagyon fontosak, a napraforgó mag kiemelten, de tehát nyilván ezeket nem lehet napi szinten, vagy nem is kell szerintem napi szinten figyelni azt, vagy bevinni. Arra érdemes figyelni, hogy egy változatos, teljes értékű táplálkozást folytassunk. Nyilván, ahogy említettem, ha valakinek nagyon komoly felszívódási problémával járó betegsége van, vagy hosszan olyan tartó, legyengítő állapot, ami egyéb más vitaminok, akár a D-vitamin vagy a C-vitamin hiányát is előidézik, ott természetesen szakember segítségével érdemes összeállítani azt a vitamin komplexet, amit érdemes szedni, de elsősorban a hétköznapi életvitelben elegendő szokott lenni a táplálkozás. Hát viszont ez a stressz problémát nem oldja meg, annak vannak más olyan módszerei, hiszen a stresszeink az általában két csoportból jönnek, vagy a külvilágból érkeznek hozzánk, és hajlamosak vagyunk természetesen azt mondani, hogy minden stresszünknek a külvilágból érkezik az inputja, de hát tudjuk, és kutatások az nagyon sokat foglalkoznak, vagy a saját belső stresszeink, és az a képesség, hogy mi hogyan tudunk, mit tudunk ezzel kezdeni, ebben van a kulcs. Tehát a B-vitamin mellett én javaslom azt, hogy nagyon fontos, hogy arra fordítsunk nagyon nagy figyelmet, és alakítsunk ki készségeket. Tanuljuk meg a saját módszereinket arra, hogy én mennyi stresszt pakolok saját magamra. Hogyan reagálok, mert az, hogy jön egy stresszor, az mindenkinek egyforma, de különbözőképpen lehet rá reagálni. És ezek a készségek, ezek, hogy én milyen megküzdési módszereket ismerek, és ezt hogyan tudom használni, az lesz az igazi az lesz az vitamin. Elsődleges. Az lesz, ami arra rásegíthetünk egy kicsit, azt hiszem. És természetesen a következő másodszorban, tehát alapvetés ugyanígy a évszak szerinti táplálkozás, ilyen kutatások voltak, hogy a paradicsomban például nagyon magas a B-vitamin, a B5 vitamin, de hát csak abban a paradicsomban, ami nyáron a napfény érlelte paradicsom. Az, hogy tehát, hogy azok a zöldek, amik nyilván nyáron a napsugár hatására abban kumulálódott klorofil és azzal együtt levő egyéb más enzimek, tehát a növényeknek a tiszta enzimjei, ami még ott a B5 vitamin, a pantoténsav mellett még ott vannak, mint egy kis csokorba a virág, azok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a B5 vitamin hasznosulni tudjon. Tehát a kivonatok formájában minden egyes vitamin, különösen a vízben oldódók, azok kevésbé hasznosulnak. És a B-ket miért kell egyszerre szedni? Mert általában, hogyha étrend kiegészítőt szedünk, akkor a B-vitaminok, tehát szinte az összes fajta B-vitamin fel van sorolva, tehát én komplexben lehet kapni általában, nem külön a B-vitaminokat. Miért kell őket együtt szedni? Hát pontosan ahonnan elindítottam a beszélgetést, hogy a szervezetünk nem külön B-vitamint, meg kalciumot, meg vasat használ fel, tehát minél komplexebben, tehát a mai legkorszerűbb ilyen táplálékkiegészítők, azok maguk a növényeknek a kezeletlen kivonatát, mert nem is tabletták, hanem különböző ilyen emulziók, amit még le sem nyelünk a gyomorba, csak ilyen nyelv alá, nyelvre kenjük, vagy ilyen granulátum formájában a szánkban hagyjuk feloldódni, és ezek komplex növényi kivonatok, pontosan azért, hogy a növényekben benne levő színanyagok, rostanyagok, zsiradékok, akár más hasznos anyagok, ami a B-vitamin mellett a növényben benne szerepel, vagy ott jelen vannak, azoknak mind szerepük van a vitaminok hasznosulásában. Igen. Tehát minél komplexebb egy vitamin, annál hatékonyabb. De akkor az mindenképpen elmondhatjuk, hogy először magunkba tegyünk rendet, utána táplálkozunk egészségesen,
és aztán jöhetnek a vitaminok. Vagy a három egyszerre leginkább. Egy kicsit rásegít erre. Életünk egy komplex vitaminrendszer. Erre a dologra. Ibolya, nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit ezt a stressz vitamint ezt tisztába tettük, és hát remélem, hogy majd egy újabb témával kapcsolatban újra beszélgethetünk. Köszönöm. Köszönjük szépen.